Kedves nézőink, idén Szaúd-Arábiából, Olaszországból, Németországból, a Fülöp-szigetekről, Spanyolországból, Izraelből, Brazíliából és Franciaországból érkeznek versenyfilmek a Comedy Cluj Nemzetközi Filmfesztivál 8. kiadására. Takács Aranka, a fesztivál ügyvezető igazgatója jön hamarosan a részletekkel. Augusto, vámonos antiguo de la noche, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando llegues allá? Lo mismo que acá, pero menos no hacer guatele que mi madre. Hát most már lassan mondhatjuk, hogy Kolozsvár a fesztiválok városa, egyik fesztivál a másikat éri. Filmfesztiválból is van bőven. Takács Aranka, most a Comedy Cluj ügyvezető igazgatóját köszöntöm a stúdióba, szervusz! Köszöntelek én is titeket és a nézőket is. És nem csak Kolozsvár a fesztiválok városa, mert te is szinte minden fesztiválon ott vagy most már lassan, nem is jut eszembe olyan fesztivál, amelyben ne vennél részt aktívan. Nem tudom, hogy jó-e minden lébe kanálnak lenni, de hogyha az én munkám eredményes és hozzá tud járulni ahhoz, hogy egy rendezvény jobban sikerüljön, vagy akár zökkenőmentesebb legyen, akkor én ennek csak örvendeni tudok, és az, hogy elég sok helyre hívnak, ez nekem természetesen nagyon jól esik. Ja, valamit nagyon jól csinálsz a szakmában, hiszen a Magyar Napok óta minden fesztiválon találkoztunk. Ezt a Jazz in the Parkon, a Magyar Napokon mi is volt még? Hát nem tudom, sok rengeteg, fesztivál van. Mindenhol ott voltál. A lényeg most itt a Comedy Cluj, a 8. Elmondtam már kétszer is, hogy rengeteg filmszemlét, nem csak fesztivál, de hát filmszemlét rendeznek Kolozsváron. Mégis mindegyiknek van létjogosultsága, ugyebár. Igen, mi is nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy vajon a Comedy Cluj az még állja a helyét ebbe a rengeteg fesztiválban, amit van Kolozsváron, de az, hogy idén a 8. alkalommal szervezzük meg, az önmagában is azt vallja, hogy a közönségnek szüksége van erre a fesztiválra, ezt szereti. Ez egy olyan fesztivál, amely nem csak hogy egyetlen Európában, amely kizárólag a komédiára és a vígjátékra összpontosul, úgy a filmben, mint idén ugye színház előadásokat is behoztunk. Igen? Igen, úgyhogy színesedik a programunk. Uh-huh. A 4 színház előadás és egy stand-up comedy is várja a nézőket. Olyan fiatal, tehetséges rendezők és színészek munkái ezek, akiket általában a filmvásznon szoktunk látni, de most kilépnek a filmszínészi mi voltukból, és élő adásban úgymond egy színházi előadásban. Élő adásban a színházban Értem. Láthatjuk őket. Értem, mert ezt akartam kérdezni, hogy hogyan jön ide a színház. Úgy jön ide a színház, uh-huh. hogy a Comedy Cluj egyre inkább ki szeretne lépni a moziból, és a komédiának és a vígjátéknak minden olyan palettáját és művészeti ágát lesz szeretni fogni, amely még több pluszt hozhat. Ugyanis nem csak egy kihívás októberben fesztivált szervezni Kolozsváron, ahol nem csak hogy az idő, de a helyszínek is és a zárt terek is elég szűkösek itt Kolozsváron. Szeretnénk minél inkább kimenni az utcára. Az egyik de hogyan októberben? Ennek, hát nem mivel? Októberben, jövőre már nem októberben, igen? Hanem hamarabb szeretnénk ezt a fesztivált uh-huh. megszervezni. Természetesen miután megnézzük azt, hogy Kolozsvár fesztivál életébe hova fér be máskor egy ilyen esemény. Az a lényeg, hogy nem csak a filmvásznon és a színháztermekben, hanem az irodalomban, a festészetben, a grafikában, az utcai művészetekben is szeretnénk terjeszkedni, úgyhogy jövőre jobb időben
jövőben szeretnénk Comedy Cluj filmfesztivált szervezni. Előre hozzátok? Vagy előre hozzuk, így van. Hátra vagy viszitek. Vagy igen. Augusztus vége, uh-huh. Szeptember nagyon eleje, mert mindenképp úgy érezzük, hogy kicsit kinőtte magát ez a fesztivál, uh-huh. És megengedheti magának, hogy még inkább színesítse a palettáját. Comedy elfér Kolozsváron, akkor is, hogyha sok filmfesztivál van, hogy a kérdésedre válaszoljak és visszatérjek, ugyanis olyan vígjátékokat hoz szerte világról, és tényleg szerte világról, még olyan egzotikus helyekről is, mint Peru, Kazasztán, Marokkó, és így tovább. Olyan helyek, ahova egyébként is nehezen jutnánk el, mi, mint nézők biztosan, de az ők vígjáték megközelítésük, a komédiának a tárgyalása filmekben, az üzenetekben, és mindenben, ahogy hozzáállnak ehhez a témához, érdekes, és szeretnénk megismertetni a világ vígjátékait a kolozsvári közönséggel is, úgyhogy van helye. Hát ez nem kétséges most már. Hogyan juttok el hozzájuk? Például marokkói rendező, hogyan szerez tudomást arról, hogy itt Kolozsváron, a világ másik oldalán van egy filmfesztivál? Igen, van nekünk ez egy nagyon izgalmas. Tehetséges, és meglehetősen fiatal, 26-7 éves talán, művészeti igazgatónk, Bogdán Béslivnek hívják, és szinte ahogy lejár a fesztivál, már kezdi is nézni, hogy kik azok mik azok a filmek, amik jelentkeznek a világ filmfesztiváljaira, felkeresi őket, minden országnak megvannak a maga intézményei, mint Romániában is van egy filmszövetség végül is, egy nemzeti filmszövetség, ezeket fölkeresi, ajánlatokat kér, és egy nagyon komoly szelekció mennek át ezek a filmek ahhoz, hogy a vászonra kerüljenek, hiszen ugye anyagilag is vannak korlátok, ugyanakkor hát helyben kell, is vannak igen. Korlátok, és ezért nagyon jól meg kell szűrni azt, hogy mit is viszünk a közönség elé. Én úgy gondolom, hogy az ajánlat az nagyon jó, senki nem fogja megbánni, aki eljön tehát októberben. Kemény szűrőn esett át. Pontosan. Mik a kritérium? Mi szerint válogattok? Több kritérium is van. Egyik az, hogy mégis mi felel meg az idei évbe, hangsúlyt fektettünk az Exotic Comedy című szekcióra, hogy úgy mondjam, amelynek az volt a lényege, hogy tényleg olyan helyekről hozzanak filmeket, a lehető legjobb filmeket, ahova egyébként meg nem érnénk el, amint említettem. Tavaly az ír meg az izlandi filmek voltak hangsúlyban, mert megint egy olyan nagyon számunkra távoli hely, amelyet el tudtunk idehozni egy kicsit Kolozsvárra. Tehát mind a mellett, hogy jó produkciók legyenek, számos film ezek közül valahol már nyert egy díjat, van jó referenciája, közönség kedveli, olyan film is van, amelyet Németország most az Oscarra jelölt, tehát a Tony Erdmann film, uh-huh. Úgyhogy tényleg tehát olyan, nem is kérdéses, hogy el kell menni. Így van. 5 ország delegálja a zsűrit. Hogy van ez? Igen, 5 ország delegálja a zsűrit. Tavaly nagyon örventünk, hogy ugye akkor még nem Oscar-díjas, de a mi Molnár Leventénk is tagja lehetett a zsűrinek. Idén Florian Misha Boder, aki a tavaly megnyerte a közönségdíjat a mi fesztiválunkon, ő Németországból érkezik. Dominika Kürcsumáró, casting igazgatónő, ő a romániai delegált. Ronald Doyle, filmkritikus, aki Írországból jön talán. Sophia Freeman, aki a London Comedy Film Festivalnak a producere, és Karl Heiser forgatókönyvíró, aki szintén a különböző filmfesztiváloknak a létrejöttét kezdeményezte szerte Európában. Komoly zsűrit állítottatok össze, aki hát lesz a legjobb film nagy díja, legjobb rendezés, legjobb forgatókönyv, valamint a legjobb színészi alakítás. Ugye? Így van. Ez a négy? Jól mondom? Hát négy van úgy igazán, igen. És akkor hogyha nagyon úgy érzi a zsűri, hogy szeretne egy vagy két külön díjat ajánlani, akkor ezt megteheti. Fesztivál megadja ezt a lehetőséget, hogy 4 és 6 díj között adja az elismeréseit. Nem csak
hosszú filmek vannak, hanem rövid filmek és egyetemista független filmek is versenyeznek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképp a versenyfilmeket érdemes megnézni. Melegen ajánlom a színházi előadásokat, hiszen nagyon-nagyon a jó előadások lesznek. A Nemzeti Színház stúdiótermében, az Eufóriumban lesznek, és nem utolsó sorban Románia egyik már utolsó igazi komikus színészei közül jön Răzvan Vasilescu. Hát az a címe románul, hogy Erau késilá sajzec. Én ezt úgy, jó volt 60 évesen is, valahogy ezt próbálja ő sugalni a stand-up komediével, amit nem a színházban, hanem a moziban, a Victoria moziban fogunk tartani. Na, hát izgalmasan hangzik ez is. Igen. Van-e az idei fesztiválnak egy vezérvonala? Vagy vezérvonal. Komédia legyen is. Hát ennyi. Mindenképp az, hogy tehát nagyon fontos, hogy megjegyezzem, hogy a komédia most nem annyira az olyan fajta, hát most milyen szót is használjak, hogy ne legyen sértő. Ért körbe. Hát nem az ilyen nagyon stupid-szerű komédiákra fekteti ugye a hangsúlyt, hanem azért próbálja a művészieséget nézni, az üzenetet, a szatírt, a minden olyan minőségi komédiát hozza képernyő elé, amit talán másképp fogalmazunk meg, hogyha mondjuk egy American Pie-t nézünk például. Tehát nem az a típusú komédia látható a képernyő. Már is megsértettél valaki, de rendben. Próbáltam visszatartani magamat, de hát ennyire sikerült. Jó. Hány napon keresztül és hány filmet láthatunk? 10 napon keresztül, október 21 és 30-a közel 150 filmet vetítünk. Van három fő helyszínünk, a Florin Piersik mozi, a Győzelem mozi, valamint a Julius Mallban a Cinema City, és emellett pedig a Dacia mozi a Monostor negyedben, és a Studio 26 az Egyetemista Központban. A Dacia mozi és a Studio 26, ezek ingyenes helyek, úgyhogy minden térséget és minden ízlést és minden helyszínt próbáltunk úgy kielégíteni, hogy kapjon a plázába járó is magának, meg az egyetemista is. Tehát akkor jó sok helyen, most nem is számoltam, miközben soroltad, de 6-7 helyszínt felsoroltál. A színházzal együtt. Még amit el szeretnék mondani, hogy jegyek és bérletek. Igen? Idén olyan bérletet indítottunk, amely 10 belépést. Ja igen, nem mondjuk, nem csak mondok igen. El. 10 belépést, valamint 5 belépést tartalmaz. Természetesen kedvezményes áron lehet megvásárolni. Ezt az 5 vagy 10 jegyet nem 10 különböző filmen lehet elhasználni. Hogyha valaki a családjával akar jönni, vagy együtt 10 barátjával megnézni egyetlen egy filmet, akkor azt megteheti. Tehát a bérletek nem filmre szólnak, hanem belépésre szólnak. Nagyon jó. Műsorfüzetek már megvannak, és akkor még arra, tehát az bárhol megtalálható, hol keressük? Szét van szórva a városban, és jövő héten pedig a magyar ajánló is megjelenik, úgyhogy tehát magyar nyelvű is lesz. Igen, még annyit mondja el nekünk, hogy milyen a közönsége a Comedy Clubnak? Fú, kicsitől nagyig. Nagyon-nagyon szeretjük azt, hogy tényleg nagyon idősek is jönnek, de családok is a filmekre. Mondjuk a nagy többsége valóban egyetemista és középkorosztály. És azt, hogy a középkorosztályt ki tudjuk hozni a házból, az már önmagában az egy már nagy dolog. Az már óriási dolog. Hát Takács Aranka, sok sikert és kitartást az újabb fesztiválhoz, tehát Comedy Clubs Kolozsváron 21-én. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.